6 óra 1 perc van. Itt vagyok a Balatonaligai állomáson, most szálltam le a vonatról, és akkor elindulok a Balaton körutamra, ugyanis a mai túra célja egy Balaton körút lesz még hozzá egy nap alatt. Óra 45 perc van, és a Moszkva téren, illetve a Szél-Kálmán téren tekerek éppen, és igyekszem a déli pályaudvarra, hogy elérjem a 4 óra 5 perces vonatot a Balatonhoz. Itt vagyok a pályaudvaron, és akkor most nézzük a jegyautomatákat. Már van egy bringa is itt. A bankjegy már megvan, visszajárom. Még jönnek a szelvények. Nyomtatás folyamatban. Kérem, várjon. Nyomtatás befejeződött. Köszönjük, hogy a vasutat választotta. De jó. Jó forróak a pénzek, most sültek ki. Az első automata nem működött. Bepötyögtem mindent, aztán a végén nem fogadta el a pénzt. Hát, ha nem kell, akkor nem kell. A másik viszont elfogadta. Na, azt mondja 4 óra 5-ös vonat, azt mondja 1-es vágány. Érdalsó, Siófok, Nagy Kanizsa. Nekem Balatonaligáig kell, amelyik az 1-es. Ott lesz a végén. Pontban 4 óra van. Itt ülök a vonaton. Én azt hittem, hogy ilyen piros vonat lesz, de hát nem az. Ez ilyen teljesen hagyományos. Most indul el a vonatom, megy tovább Siófok felé, én pedig most az északi part felé fogok indulni. Amúgy 2019. július 24-e van, szerda, és a mai nap elég melegnek ígérkezik, kánikulát ígérnek. Eredetileg úgy volt, hogy maximum 28 fok lesz, de aztán most úgy alakult a hét folyamán, hogy napról napra egyre melegebb időjárást jeleztek előre, és egyre melegebb is lett, úgyhogy végül kánikula lett. Nem így terveztem ezt a Balaton körutat, mert így azért egy kicsit nehezebb lesz, de hát most már mindegy, ez van. A mai napi programban túl sok nézelődés nem fog beleférni, mert még azért szeretnék egy-két alkalommal fürödni is, és hát nem tudom, hogy végül is mennyi idő alatt sikerül körbeérnem, egyáltalán sikerül-e. Nem akarom húzni az időt mindenféle nézelődéssel, kilátókba való felmenéssel, meg ilyenek. Ez az út viszont milyen szépen le van öntve aszfalttal, szerintem ez nemrég készülhetett el, nagyon frissnek tűnik. Egész hűvös van ilyen korán reggel, és kifejezetten jól esik, hogy ezt a hosszú ujjú pólót, vagy biciklis felsőt vettem föl, amit elsősorban természetesen nem a hideg, hanem a napsütés ellen vettem, hogy ne égjen szét a karom a nap végére. De most jól jön a menet szél ellen. Azt mondja egy pihenő, és itt a tábla, hogy Tihany 45 km, no, kéne se 7 km. Na most az a tervem, hogy Tihanynál lesz az első megállóm, ott fogok reggelizni, aztán lehet, hogy nem bírom ki addig, a jó ég tudja, de ez volt az elképzelésem még otthon, és ha lehetőség adódik, akkor ott fürödni is fogok, felfrissülés gyanánt. Tehát 45 km, most van 6 óra 11 perc, 12, kíváncsi vagyok, mennyi idő alatt érek oda. Elérkeztem a karatjához, és itt dilemmáztam, hogy ott lent menjek a parton, de az a helyzet, hogy itt megy fönn a bicikli út, lent is el lehet menni, de ott keresztül kell menni azon a táboron, és lehet, hogy az ilyen korán még nincs nyitva. Itt viszont nagyon szépen fel van festve a bringa út, mikor én legutóbb Balaton körúton voltam, talán 2 éve, akkor mintha itt ez még nem lett volna felfestve. De az is lehet, hogy csak nem jól emlékszem. Így viszont, hogy itt fönt megyek, kihagyom az akaratjai szabad strandot. Na nem, mintha most ilyen korán strandoltam volna. Amúgy itt az északi parton sajnos, most még nem vagyunk az északi parton, de az északi parton sajnos alig-alig van szabad strand. Tihanynál van, meg utána Örvényesnél, és őszintén szóval én többről nem is tudok. Folyamatos kaptató volt eddig, nem túl meredek, de folyamatos. Most viszont megindultam lefelé, vissza az országút felé. Visszaértem az országúthoz. Ez a kaptató, meg ez az ereszkedő arra volt jó, hogy fölébredjek, és azt hiszem ez már Kenese. Ugye nincs kiírva, de ha itt lemennék balra, akkor itt is van egy szabad strand, ezt nem említettem, de mondjuk ez sem az északi part még. Tavaly májusban itt tettünk, ezen a teraszon, és majdnem röhögő görcsöt kaptam
amikor megláttam, hogy milyen mikro adagú ételt hoztak ki. Az ár pedig nem volt mikro, az a helyzet. No, itt kell majd átmenni a másik oldalra, mármint az országút másik oldalára is. Ott voltam fönt 2 évvel ezelőtt, már hogy 3 is lesz lassan. Ott vannak fönn a tatárlikak. Meg lehet nézni a balatoni videóban, az 5 részesben. Lehet, hogy egy kicsit túlzás volt a 4 óra 5 perces vonattal jönni. Persze ez majd a nap végére derül ki, hogy túlzás volt-e vagy nem. De az tény, hogy mivel nem tudom mennyi idő alatt érek körbe, ezért nem akartam vesztegetni az időt, és ez volt a legkorábbi vonat amúgy. Itt is milyen szépen meg van festve a bicikliút. Amúgy a vonattal egyetlen bibi volt, hogy 1 óra 51 perc volt a menetidő, ami a valóságban 1 óra 53 vagy 54 perc lett. Tehát baromi lassan jött le, igaz, hogy mindenütt megállt. Tipikus személyvonat. Nos, itt van a Fövenyfürdő. Akkor ez talán már fűszfő lenne? Nem tudom, de valószínűnek tartom. Viszont a másik ok, amiért ilyen korán jöttem, hogy ki akarom használni a még kora reggeli, esetleg kora délelőtti viszonylag hűvösebb időket, hogy elég nagy utat tudjak ebben az időben megtenni. Viszont egy csomó futóval és jó néhány bringással már találkoztam, tehát azért vannak itt koránkelők a Balaton partján is. Információs pont, nocsak. Azt mondja, hogy igen, ott kerékpáros információs pont. Meg kellene kérdezni, hogy mennyi van még hátra a Balaton körből. Elágazási pont következik, hát én azért nem megyek el ezen a rövidített úton, hanem inkább itt. Ez sokkal szebb. Azért ne hagyjuk már ki a látványos részeket. Egy dologra már rájöttem közben, hogy mit hagytam otthon. A vonaton eszméltem rá, hogy nem hoztam evőeszközt, így aztán jelenállás szerint nincs mivel megennem az ebédemet. 3 lehetőségem maradt. Vagy fölcsipegetem madár módjára, vagy kutya módjára kinyalom a bödömből, vagy pedig kérek egy kanalat egy büfében. Lehet, hogy ez utóbbit fogom választani. No, hát nem sokkal volt hosszabb ez az út, mint az a 300 méteres rövidítés. Itt van a Tobruki strand előtti hidacska. És itt van a Tobruki strand. Erről is beszéltem abban az 5 részes videóban. Meg lehet nézni. Balaton fűszfő. Na, most akkor mindjárt rápillantok az órára. 6 óra 55 perc. Hát nem valami csodás idő. Már nem tudom, mi a normális. Közeledem Almádihoz, és közben az órám is elpittyentette a 7 órát. És egyébként attól függően, hogy kivel beszél az ember, vagy mit olvas, a Balaton körútra 212 km, illetve 230 km közötti távolságokat adnak meg. Na most, nem tudom melyik lehet az igaz, de vegyük akkor a legrosszabbat, a 230 km-t. Annyit kell ma teljesítenem, ami nem tűnik kevésnek. Megérkeztem Balaton-Almádiba, és különösen akkor tűnik ez a távolság igen soknak, ha figyelembe vesszük, hogy soha az életben nem tekertem egy nap ilyen nagy távolságot. A maximum olyan 160 km környékén volt, az is csak néhány alkalommal fordult elő. Tihany innen 25 km az előbbi tábla szerint, és itt Almádiban van egy Penny Market, ami egyfajta zarándokhely számomra minden egyes alkalommal, hogy a Balatonnál vagyok, mert itt szoktam enni, inni, illetve készleteket vételezni a továbbiakra. Most azonban viszonylag felkészülten érkeztem élelmezés tekintetében, úgyhogy most nem pazarlok időt vásárlásra. Aztán lehet, hogy a nap folyamán kénytelen leszek valahol megállni, vásárolni. Nem tudom, még ez majd elválik a nap folyamán. Ma reggel indulás előtt egyébként nem is volt kedvem, igaz, hogy 3:30-kor kinek van kedve reggelizni, de még a szokásos koffeinmentes kávémat sem ittam meg, úgyhogy valamikor egy jó kávéra azért kellene szakítanom időt, még ha ilyen közértes kávé, ilyen poharas, nekem az is jó, de majd meglátjuk, hogy mekkora lesz rá az igényem. Itt van a Yacht Camping, ahol többször is aludtunk már, és 7 óra 12 perckor jártam itt. Megérkeztem Káptalanfüredre. Hogy kell itt átmenni? Amúgy annak érdekében, hogy ma reggel 3:45-kor fel tudjak kelni, tegnap este már 8:30-kor lefeküdtem, viszont nem bírtam aludni.
illetve elaludtam, a 3:45-kor fölébredtem, és nem bírtam visszaaludni, így aztán a 00:30-1 körül fölkeltem, és kimentem enni, amit szinte soha nem szoktam. Fél évben talán egyszer, vagy lehet, hogy egy évben egyszer fordul ilyesmi elő, hogy éjszaka fölkelek enni. Hát most éjjel pont egy ilyen éjszaka volt. Így aztán lehet, hogy ezért is nem volt kedvem hajnalban indulás előtt még reggelizni is. Egyelőre a futók száma messze meghaladja a bringások számát. Rengeteg futóval találkoztam, különösen itt Almádiban. 7:25 van, és túljöttem már Alsóörs központján, és ott van egy kilátó, ugye, amit szinte minden évben megnézek innen távolról, az alsóörsi kilátó, és minden alkalommal megállapítom, hogy majd jövőre fölmegyek. Na most idén, vagy legalábbis a mai napon megint nem megyek föl, mert most az túl sok időveszteség lenne. Persze indokolhattam volna úgy is, hogy azért nem megyek föl most, mert pont szemből sütne a nap onnan, és hát úgy nem látnék semmit, ugye? Azért ez jobban hangzik. Úgy látom, a palóznaki Pelsó kemping egyelőre megvan, tehát még annyira erre nem igaz az, hogy eladták volna és apartmanokat vagy szállodákat építenének a helyére. Persze ez nincs kizárva, hogy ez így lesz valamikor. Egyelőre még megvan a kemping. Amúgy megszámolgattam, hogy körülbelül egy bringásra 5 futó esik. Egyelőre, legalábbis ezen a korai órán. És azt is megfigyeltem, hogy az 5 futóból 4 nő és csak 1 férfi van. Tábla szerint megérkeztem Csopakra. Itt a kapu. Az idő pedig 7:35. A díjnyertes csopaki strand mellett megyek el. Egyébként valóban nagyon klassz ez a strand. Az egyik legjobb itt a Balaton partján. 7:48 van, és ez már a befutó Füredre. És végre már felbukkant a Tihanyi félsziget. És ez azért jó dolog, mert közeledik a reggelizésem időpontja. Mondjuk nem ott fönt az apátságnál, hanem a Gödrösi strandnál fogok enni. De már épp ideje lesz. Most jut eszembe, hogy itt is megállhatnék egy kávét venni, egy ilyen poharas kávét, de igazából nem akarok most időt veszíteni. Kibírom kávé nélkül is, már rég fölébredtem. Úgyhogy megyek, eszek egy szendvicset, nem tudom, hogy fürdök-e egyet, ezt majd ott kitalálom, és aztán tűzök tovább. Most pittyettette az órám a 8 órát, és tovább romlott az aránya bringások és futók között a bringások kárára. 8:06 van, és megérkeztem ide a Gödrösi strandhoz. Megpróbálok itt valahogy átkelni. Na, gyerünk! Hú, nagyon jól néz ki a víz. Nem tudom, hogy fogok-e fürdeni, minden esetre most reggelizni fogok. Ez az első mozzanat. Na, itt tudok a Balatonparton, megnézzük akkor a menüt. Először is van 5 darab szendvics kifli, amit Bea készített, és van még ezen felül egy ilyen rombusz. Kettő volt ilyen rombusz, de egyet megettem a vonaton. És víz, van egy halkonzerv, egy ilyen halsaláta konzerv, ez nagyon finom, és van hozzá még egy doboz. Most nem veszem elő, a zsák mélyén van. Egy doboznyi bulgur, amit ezzel a halsalátával fogok megenni. Na most remélem, hogy ez kitart. Illetve a vésztartalékként ugye az abfalatok. Remélem, ez kitart ma. Hát ha nem, akkor még van lehetőség számos, különösen a déli parton bemenni közértbe, ha úgy adódik. És úgy látom egyébként, hogy itt van fejlődés a parton is, mert vannak ilyen öltöző fülkék, amik korábban nem voltak. És minthogyha egyébként ez a beton is új lenne. Ez nem ilyen volt régebben. Talán a lépcsők is újak. 8:35 van. Végül mégis úgy döntöttem, hogy megfürdök. És hát csodálatosan finom a víz, meleg is. Szerintem van vagy 25 fokos. Végül is azért döntöttem így, mert nem állok rosszul időben, és végül is ez a túra, ha már itt vagy Balatonnál vagyok, nem csak a loholásról kell szóljon, hanem a fürdőzésről is. Eddig úgy tűnik, hogy viszonylag jól állok időben. Itt az a kérdés, hogy tudom-e tartani ezt a jó tempót, vagy lelassulok esetleg.
Hát esélyes, hogy le fogok lassulni, ahogy egyre melegszik az idő, meg ahogy egyre fáradok. De hát majd azért elválik, hogy mennyire fogok lelassulni. Nyilván itt az északi oldalon több lesz a lefölmenet, a déli oldalon szinte teljesen sík a terep. Keszthely 64 km. Azért az nem kevés. Aszófőnél járok éppen, itt a vasútállomás, és 8 óra 47 perc van. Ezután pedig Örvényes jön, ahol szintén van egy szabad strand, oda viszont most nem megyek le. És ezeknek a házaknak a helyén volt korábban a tankpálya. És itt is épül új ház. Itt randalírozott egy tank, rá lehetett ülni, és akkor vitte az embereket körbe-körbe. De lehet, hogy csak áthelyezte a bázisát ez a tankos. Valahova máshova, ha ezek még aktuálisak, ezek a molinók. Nem tudom. Tankot nem látni egyelőre, de nem is érdekel most különösebben. Itt ez az út vezet el Örvényesre, és valahol itt nem soká lesz a levezető út balra, az örvényesi strandhoz, illetve hát a falucskához. Levendula labirintus. No, itt van balra lefelé az út, azt mondja, itt még kemping is van. Itt lehet lemenni a faluba, meg a kempingbe, meg a strandra is, ha jól emlékszem. Ha még megvan a strand, a falu felső része meg itt kezdődik, ott a tábla. Itt meg egy jót gurulok. Közben begurultam Balaton udvarira, és feltűnt, hogy megkoptak a futók, ellenben nőtt a biciklisek száma, úgyhogy szép lassan átveszik a számbeli fölényt. És közben meg pittyegett az órám, 9 óra van. Egy tábla szerint Fövenyesnél vagyok, vagy voltam, nem tudom, hogy akkor ez a Balaton udvari, meg Fövenyes, lehet, hogy ez egybe van. Most minden esetre elhagytam valami települést, két település között vagyok. Kellemetlen emelkedő volt az előbb, most viszont egy enyhe lejtő, sajnos nem túl hosszú, és ha jól emlékszem, akkor most már Balaton Akalinak kellene következni. Mint hogyha nem sokára lenne egy letérés balra, vissza a Balaton partra, innen az országúttól, és mintha az Balaton Akali lenne. Igen, szerintem ez az, mert itt van valami lovarda. Erre is emlékszem. Most egyetlen egy paci sincsen, nem tudom hol vannak, és szerintem ott lesz a letérés. Annál a táblánál. Hotel Residenz, és ez lesz az, igen, itt kell balra lemenni, és itt van Balaton Akali, az a következő falu. És ott a távolban a Balaton. Kár, hogy egy jó ideig most nem fogok csobbanni, szerintem a déli partig nem fogok csobbanni. Itt az északi oldalon nem lesz már több szabad strand. No igen, itt vagyok az Akali kemping mellett. Na most ez valójában két kemping volt, mert itt is volt egy bejárat, meg a másik végén, a másik vége szerintem az aktív. Ez a része úgy néz ki, hogy akkor ezt most elkezdték beépíteni. Tehát ez valóban felszámolásra került, de az is igaz, mondom, hogy ezt nem nagyon használták. Mikor legutoljára itt voltam, akkor is ebben a részében már nem nagyon mentek. Nem nagyon engedtek be senkit. Ellenben a másik részével. Na most ott az a kérdés, hogy a másik része megvan-e még. Itt látszik, hogy teljesen le van gyalulva, tehát itt földmunkák is vannak. Úgyhogy elkezdődött valamiféle hasznosítása a területnek. És itt vagyunk Akaliban. És most az a kérdés, hogy megvan-e még a kempingnek a másik fele. De könnyen lehet, mert itt is nagy földmunkák vannak, hogy az sincs már meg. Igen, túl nagy építkezések vannak itt. Hát lehet, hogy az Akali kempingnek búcsút kell inteni, ennek a végének feltétlenül. De ott, mintha még lennének lakókocsik. Innen kezdődik szerintem a másik fele. Igen, szerintem ez még megmaradt kempingnek. Na igen, viszont azt meg kell jegyezni, hogy mondom, azt a másik felét már rég nem használták. Nem is telt meg, illetve hát néhányan még ott bókláztak benne, de igazából nem volt akkora területre igény. Ez az igazság. Itt viszont úgy látom, hogy töretlen a kemping, hála Istennek. Tehát végül is itt megmaradt. Na, ez a szerencse. Ringás szervízpont, kölcsönző, és akkor itt jobbra kell menni. Balra pedig itt van a kemping bejárat, meg itt van egy strand, egy nagyon klassz strand egyébként ez is. Mondjuk itt már többször voltunk, ez videón is rajta van, azt hiszem.
Itt volt egyszer az, hogy rettenetes nagy esőt fogtunk ki. Igen, Akali strand. Ez meg az Akali kemping, akkor ez töretlenül nyitva van. Szóval itt történt ebben az Akali kempingben, hogy iszonyú nagy esőt fogtunk ki. Két éjszaka ömlött az eső egész éjjel közepétől kezdve, egész délelőttig. Feljöttem az országúthoz. Hoppá, ezt elszúrtam. Na mindegy. A lényeg, hogy közben egy autó átengedett, nem így akartam jönni, hanem... Na mindegy, el akartam jutni ahhoz a közérthez. De a bicikli út nem itt vezet, ezt akartam elmondani. De most már mindegy, így alakult, átengedett egy autó, viszont itt nincs átjárás, úgyhogy átmegyek ezen a mezőn, jobb híján, oda a közérthez, na mert úgy döntöttem végül, hogy mégis iszom egy hideg kávét. Végül is megérdemlem, mert elég jól haladok. Mizó teljes kávé és egy diós burkifli. Azon gondolkodtam egyébként, hogy vajon tényleg ilyet ettek a búrok. Na, itt erre a virágcserépre leülök és megeszem. 9 óra 33 van. Iszonyú sok időt fecséreltem el evésre, ivásra, úgyhogy most már lovak közé csapok, és meg sem állok Keszthelyig. Legalábbis ez a terv. Aztán lehet, hogy meg kell állni. 9 óra 41, és itt vagyok a zánkai gyermektábornál. Zánka Köveskánál vagyok. 9 óra 46 perckor. És szerencsére az út itt most lejött az országút mellől, a Sinen túl, a Sin és a Balaton közé, meg a nyaralók közé. Abból az irányból átjöttem tehát az úton, és akkor most egy ilyen kapaszkodó következik. Eltávolodik egy kicsit a bicikli út az országúttól, a hegy irányába, úgyhogy most már kezd meleg lenni. Főként emiatt az emelkedő miatt is. Meg hogy nem sikerült eléggé visszaváltanom. Na jó van, itt egy kicsit kilankásodik. És ha jól értelmeztem a táblát, akkor Réf Fülöp a következő falu. De szép gyíkocska az ott. Remélem nem szalad el, amíg le nem videózom. Ott mentem el mellette a biciklivel, és meg sem mozdult. Azt mondja, senki se zavarjon, amikor napozom. De szerencse, hogy nem kell tovább mászni fölfelé. Itt végre elfordulhatok. Jaj, de jó. A Szepezdi focipálya, és mindenki figyelmébe ajánlom ezt a gyönyörű gyepet. És az imént pittyent az órám 10 órát. Remélem jó felé megyek, mert most hirtelen eltűnt a bicikli út tábla, de előbb-utóbb szerintem ki fog bukkanni. De szerintem itt lefelé kell kanyarodni. Ja, egyszer voltam itt. Ja, igen, igen, egyszer itt vettem vizet ebbe a közértbe. Itt viszont feltűnt a tábla, úgyhogy akkor mégis jó felé jövök. Leereszkedtem ide az országúthoz, de nem találom a bicikli utat, legalábbis a bicikli út táblát nem, úgyhogy lehetséges, hogy ez továbbra is ott fönt a hegyen kanyarog. Na mindegy, egyelőre megyek ezen a járdán, de az is lehet, hogy ez a bicikli út. A jó ég tudja. Na minden esetre itt vége van Szepeznek, úgyhogy mindjárt kiderül, hogy van-e bicikli út, vagy nincs. Ja, jó van. Aha, nem itt kellett volna jöjjön a bicikli út, akkor valahol eltérültem, mindegy. Túl nagy kitérőt nem tettem. Micsoda kastély van ott. Nem semmi egyébként. Ezek miatt, a kitérők miatt, ami az előbb volt, az ilyenek miatt lassul le az ember egyébként itt az északi parton, a Balatonon. Ilyen kitérők a déli parton nem nagyon vannak, illetve legalábbis nem meredekek, ha kacsázik is egy kicsit az út, nem ilyen kapaszkodókon. Úgyhogy azért ott gyorsabban lehet haladni. Viszont itt meg a táj sokkal szebb. Ugye ezt mondani sem kell. És az igazi szépségek egyébként, azok még följebb vannak, ugye a Balaton felvidéken, és megint csak utalni tudok az 5 részes filmemre, itt, ami az északi parton készült, illetve a Balaton felvidéken. Ezt javaslom megnézésre, mert rengeteg gyönyörű helyre eljutottam. Egy csomó olyan helyre, ahova a legtöbb ringázó soha nem jut el, mert valamilyen oknál fogva soha nem tér le a tó körüli bicikli útról. Márpedig érdemes. És ha valaki mégsem tér le, akkor legalább nézze meg a filmet.
és úgy szerezzen élményeket. Megint átjöttem az úton, és remélem nem kell csalódnom, és ez már Réf Fülöp. Janus, mert ez olyan ismerős, ez a bevezető fasor. Egyszer itt ültem és főzőcskéztem itt a fák tövében. Balaton Turist Napfény Camping, itt is aludtam már egyszer. Vagy kétszer, egyszer biztosan. És óriási bajban vagyok, mert ott egy kilátó, most pont nem látszik. De az előbb nagyon jól látszott. Ez a Réf Fülöpi kilátót most megint látszani fog egy pillanatra. És az a baj, hogy most már nincsen indok arra, hogy... Na ott. Most már nem hozhatom fel indoknak azt, hogy szembesüt a nap, ugyanis már eléggé magasan jár ahhoz a nap, hogy szembesüssön. Tehát onnan gyönyörű lenne a kilátás a Balatonra. Úgyhogy valami mást kell kitaláljak, hogy most miért nem megyek föl. Úgy látom edzést tartanak, készülnek az őszi meccsekre. 10 óra 15 perc van, és itt vagyok Réf Fülöp központjában. És egyszerűen nem sikerült semmilyen indokot kitalálnom. Úgyhogy azt az ostoba kifogást találtam ki, hogy nem vettem észre, és túlmentem a lekanyarodási ponton, és most már nem akarok visszamenni. Milyen jó ez a kitisztulás itt. Itt látom pecáznak. Talán itt még fürdőzni is lehetne, ha nagyon akarna az ember. Nem tudom, az viszont biztos, hogy ott már kibukkan mindjárt a Badacsony. És ez nagyon jó jel. Ott. Na most pont lehet, hogy nem látszott. Várni kell egy következő pontig, ahonnan rálátni. Mármint a Badacsonyra. És a következő falu Pálköve lesz. De szép ősvadon ez a rész. Nagyon jól néz ki. Így ebben az állapotában. És az a helyzet, hogy most már nagyon keményen tűz a nap. 10 óra 22 perc van. Egy darab felhő nincs az égen. És most már teljes erőből süt. Akadály nélkül. Most már alig-alig van ilyen rész, mint itt, hogy a fa egy kicsit kitakarja. Néhány méterre. Balra itt lehetett volna lemenni Kővágőrsnek és Pálkövének, de úgy látom a bicikliút is itt egyenesre fogta. Nem emlékszem, hogy régen hogy volt. Vagy ez volt az a szakasz, ahol ki kellett menni az országútra? Csak most már csináltak itt bicikliutat. Valószínű, mert Balaton rendes következik, és Balaton rendes előtt nem volt bicikliút. Csak ha lement oda az ember Kővágóörsre, illetve Pálkövére. És ezt a fél kilométeres szakaszt vagy az országúton tette meg, vagy lement ott tekeregni a Balaton partra a házak között. És alig egy kilométer múlva innen balról már jön is vissza az út Pálkövéről. Most viszont ez a bicikliút már elkerüli. De most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy már legutóbb is megvolt ez a bicikliút. Most már nem vagyok benne biztos. De igen, ez a szakasz megvolt. Innen nincs meg. Igen. Na most itt kell eldönteni, hogy az ember hova megy. Bemegy ide, vagy kimegy az országútra, de ott van a tábla, a bicikliút tábla. Ott ezek szerint a bicikliút vonal megrajzolói is úgy gondolják, hogy az országúton kell menni itt ezen a szakaszon. Na akkor gyerünk, mert ez tényleg 500 méter. És benn van az ember már. Balaton rendesen. Ez tényleg nem volt több 500 méternél, és ez már Balaton rendes. És nekem itt valahol át kellene mennem majd a másik oldalra. Lehet, hogy itt kellett volna. Mindegy, majd ott a falu végén, mert a másik oldalon folytatódik a bicikliút. Illetve hát itt ezen a szakaszon nincs egyáltalán bringaút. Lehet, hogy ott megy a pályaudvaron. Aha, ott megy tényleg. Csak nem tudom, hogy kellett volna oda átkeveredni. Nem jelölt semmiféle átkelő helyet, na nem baj. Igen, itt még vannak hiányosságok. És akkor átjöttem, itt megy tovább az út. De úgy látom, vannak bringások, akik valahogy kint felejtődtek az országúton. Nem túl szerencsés, mert amikor jönnek nagy lendülettel ezek a kamionok, akkor rendkívül kellemetlen, amikor elrobognak az ember mellett. No, ez az a település, aminek sohasem tudom a nevét. Egyszer járókelőktől kellett megkérdeznem. Balaton rendesen már túl vagyok, de valószínűleg az országúton volt a tábla, ugye itt meg nem látszott. Ábrahám hegy, az állomás épülete segített. De egyébként, amikor az előbb beszéltem, és éppen említettem, hogy nem tudom a település nevét, egészen a távolról valaki kiabált, hogy Ábrahám hegy.
Meghallotta szerintem, ahogy én itt beszélek, és valahonnan a kert végéből kikiabált. Na mindegy. Jó. Nagyon ritkán használt bicikliút ez. Szép lassan teljesen benövi a fű. Nem semmi, egy egész kis sáv maradt itt. Jó pofa ez is itt. Viszont még jó pofább az, hogy ott szembe megint most nem látszik, de megint felbukkant az előbb a Badacsony oldala. De komoly ez a domboldal, vagy hegyoldal. Nem tudom a felvételen mennyire látszik, hogy milyen meredek, de innen a valóságban nagyon meredeknek tűnik. Badacsonyőrs. Na és az ott a Badacsony oldala. Ott a fák között. Badacsonyőrs. És azt hiszem itt Badacsonyőrsön lesz az, hogy föl kell menni arra a római útra. Nem? Vagy nem jól emlékszem? Na itt most nagyon jó a rálátás a hegyre. Persze időközben, mire elővettem a kamerát, megint beúszik ez a fa, de egy rövid időre, néhány másodpercre lehetett látni. Pedig jobb kézre azt mondja, Ultra Balaton, meg Varga. Ez valami nagy szőlészet lehet. Az Ultra Balaton nekem olyan futóverseny hangzásúnak tűnik. Itt van a Badacsony-Tomai vasútállomás, és a lekanyarodás arra a római útra Badacsony-Tomainál lesz. Itt most, nem Badacsonyőrsnél, hanem Badacsony-Tomainál. És itt van a Tomai kemping. Itt is aludtunk egyszer. Ez egy nagyon szép kemping. Kár, hogy nem sokat láttunk belőle, mert éjszaka érkeztünk. És korán reggel már mentünk is tovább. De egyébként nagyon szép volt. Bent vagyok Badacsony-Tomajban, és úgy látom, hogy ami eddig nem volt megoldva, most megoldották. Ott vezet tovább a bicikliút. Át kell menni, mert eddig az országúton kellett menni. Nem volt máshol út, vagy a járdán szerencsétlenkedett az ember. Itt viszont erre folytatódik a bringa út. Ez nem volt rossz megoldás. Kérdés persze, hogy itt hogyan tovább. Erre? De vajon ez hova vezet? Mert ez nagyon elmegy. Szerintem ez nem ez. Nem jó. Nem jó, mert ez egészen más irányba megy. Akkor ez nem visszafordulós. Akkor szerintem ezzel nem oldódott meg a dolog. Na mindegy, fogalmam nincs. Szerintem a Balaton körüli bringa út az akkor ott megy tovább. Mégiscsak. Vagy ezt úgy csinálták meg, hogy megkerüli a Badacsonyt. Na itt kell elmennem a centrum felé. Itt a templomnál, ami bazaltból épült. Most az a kérdés, hogy vajon... Igen, és akkor itt kell elfordulni. Balra. Igen, ez a Balaton körút. Na, jó van akkor. Elég sok emelkedő és lejtő van ezen a római úton, viszont a kilátás elég jó. Ugyanakkor őrült nagy a forgalom, úgyhogy állandóan résen kell lenni. Ráadásul egyik-másik autó iszonyúan vágtat és türelmetlen. Mellesleg gyalogosok, meg bringások is vannak bőven. No, itt most elég jó a kilátás, háborítatlan a Badacsonyra. És Badacsony-Tördemic lesz a következő falu. Innen most már nem soká. 11 óra 3 perc, és megérkeztem Badacsony-Tördemicre. És az a helyzet, hogy innen egy óra alatt nem fogok tudni eljutni ezt helyre. Az szinte egészen biztos. Pedig eredetileg ez lett volna a terv, de hát akárhogy is nézzük, itt azért csak lelassul az ember az északi oldalon. Közben vége lett Badacsony-Tördemicnek, keresztül jöttem az országúton, és akkor itt ebbe az irányba megy tovább a bicikliút, arrafele pedig Szigligetre tudnék bemenni, de most nem megyek be Szigligetre. Arról is volt videó, legalábbis ahogy keresztül mentem rajta. Itt viszont megyek tovább Keszthely irányába. Következő falu Balaton-Ederics. Alattomos hosszú emelkedő következik Balaton-Ederics előtt. De közben, hogy ne vegyük észre az emelkedőt, a Szigligeti várban gyönyörködhetünk amott. Jó lenne tudni, hogy mennyi kopott el abból a 64 kilométerből Keszthelyig, ami Tihanynál volt kiírva, de azóta egyetlen ilyen kilométerjelzéses tábla nem volt sajnos. 11 óra 31 perc van, és Balaton-Edericsnél vagyok, ott van fönt a falu. És kicsivel tovább errefele van a Delta Camping.
A szúnyog csapkodós. Itt van a sétarepülés, ebből a picurka repülővel. Ott van egy másik is letakarva. Itt a másik oldalon pedig az Afrika Múzeum látható, vagy található. És valamilyen rejtélyes madárnak a visítása hallatszott. Legalábbis a madárhangnak tűnt. Van, amihez az embernek már végképp nincs bőr a képén. Mégpedig az én esetemben az, hogy harmadjára is azt mondani, hogy na most ahhoz a kilátóhoz nem megyek fel ma. Ugyanis kétszer ezt már elsütöttem, ezt a poént. Itt viszont ez a kilátó viszonylag közel van a Bringa úthoz, úgyhogy rémesen ciki lenne harmadjára is előállni valamilyen átlátszó és szánalmas indokkal, hogy miért nem megyek föl. Persze most mondhatnám azt, hogy de hát én föl akartam menni, de a kilátó egyszer csak eltűnt. Ott van lenne a bicikliút, ott a háttérben a Badacsony, és ez a fránya kilátó nem kiszúrt velem? Tessék, előbukkant. Úgyhogy most már nem mondhatok egy szót se. Mehetek fölfelé. Ott is van egy kilátó, az a szép kilátó, többször is voltunk már. Itt viszont most jobbra letérek, és ott van egy zöld turista jel, tehát feltehetően ez vezet föl a kilátóhoz. Hát lehet, hogy ez meggondolatlanság volt, de mindegy, most már letértem, akkor ezt már végig kell csinálni. Innen fölkínlódtam magamat idáig, itt a Bringa, és itt megy tovább. Ez már gyalogösvény, úgyhogy itt valahova ki kell kössem a Bringát. Úgyhogy itt mehetek tovább gyalog. Fú, kegyetlen. Azon tűnődöm, hogy ez a csacskaság, hogy följöjjek a kilátóba, nem fogja aláásni a Balatonkör kísérletemet. Ugyanis túlzottan kipurcantom magam. És hát még a felénél se tartok. Na mindegy, meglátom. Remélem most már nincsen messze. Egyre sűrűsödik a bozót, és kilátó sehol. Már mióta jövök? Szörnyű. És lehet, hogy jól kiszúrtam magammal. Nem hiszem el, ez kegyetlen messze van. Fú, mindenki ötször gondolja meg, hogy följönne ide. Tényleg közelnek tűnik, de nevérek. Közelnek tűnik, ott van, de még mindig kell gyalogolni, és már mióta jövök? És milyen meredeken. Esküszöm, mindjárt visszafordulok. Ja, nem itt kell menni. Azt hittem egy pillanatra, hogy itt. Ja, nem, itt megy az út. Hát kegyetlen. Ez iszonyú becsapós. Legalább háromszor olyan távol van, mint amilyennek látszik. És még mindig nem vagyok fönn, mert itt keringek alatta. Na végre valahára azt mondja, hogy Batthyány kilátó. Hát... remélem jó lesz a kilátás. Másik irányba ez a kilátás. Hú, a Balaton irányába ez a kilátás. Nem semmi, na akkor gyerünk föl, ha még fölbírok menni. Na fölérek a tetejére, legfelső szintre. Hú, atyavilág. Na igen, ez itt hátrafele a Keszthelyi hegység. Ezt is meg kellene már látogatni. Tervben van egy ideje, egyszer már sorra kerül ez is, és akkor arra az a Balaton nyugati sarka, és akkor ha arrafele nézek, ott is van valami kilátó. Az biztos, hogy most nem nézem meg, de most minden esetre rázumolok. Ott van, és akkor folytatva a panorámát, ez itt a Balaton. És ott jöttem. Ott van lent ez a nagy kanyar, ahol kanyart vesz a bicikli út, nem tudom, hogy látszik-e. Ott len, onnan néztem föl. Ott a kanyar, és akkor ott van az a szép kilátó. Nem is tudom, hogy ez hol látszik-e, látszik-e. Lehet, hogy a fák toppon nem látszik. Onnan is gyönyörű a kilátás, ott voltunk már többször a Balatonra, nagyon jó a kilátás. És akkor itt van a golfpálya, már amennyire az érdekes lehet. Bárkinek is. Elég nagy területen van, mert szerintem az is a golfpálya. Illetve leginkább az a golfpálya ott. Ott a távolban a Badacsony, ott pedig a Szentgyörgy-hegy. És ez pedig ismét a Keszthelyi hegység. Szóval elég pazar a kilátás. Mondjuk ezért a kilátásért érdemes ide feljönni, de akkor, hogyha az ember jó erőben van.
Távolban ott az pedig a Fonyódi kettős domb. A másik oldalon. Nagyon halványan látszik, párás a levegő. És az is nyilvánvaló, hogy elég messze van még innen Keszthely. Arra fele kell legyen ott fönn a csücsökben valahol. Na most viszont én itt leülök és megeszem a második szendvicsemet. 12 óra 22 perc van, visszaereszkedtem ide a bicikli útra, és az a helyzet, hogy én 12-re már Keszthelynél szerettem volna lenni, most pedig még nagyon messze vagyok. Közel távol nincs Keszthely. Úgyhogy egy kis csúszásban vagyok, nem tudom, hogy ez mibe fog nekem kerülni a nap végén. Egyáltalán be tudom-e fejezni a teljes Balatonkört, vagy nem. Mondjuk ez a kitérő a kilátóhoz olyan 25 percet vett igénybe, mindösszesen. 12 óra 27 perc van, és megérkeztem Balatongyörökre. Itt vagyok Balatongyörökön, amire nagyon szükségem volna az egy vízcsap. Azt viszont nem látok sehol. Na mindegy. Akkor gyerünk tovább. Gyenesdiás a következő falu 4 kilométerre, Keszthely pedig 10 kilométerre van, most végre ki volt írva. Nagyon cukik ezek a fedett pihenők, már nem tudom hanyadik mellett megyek el, de legalább egy vízcsapot valahova kirakhattak volna. Ez szerintem sokkal fontosabb, mint az árnyékos ülőke. Na mindegy, a Balaton elején egy csomó csap volt, itt a vége fele, itt a nyugati vége fele eléggé megritkultak. Vagy legalábbis én nem veszem őket észre. 12.37 és Vonyarcvashegyen vagyok. Retetően lekopaszították ennek a kikötőnek a környékét. Tudja, hogy itt sok fal volt annak idején. Nem tudom, miért kellett legyilkolni mindegyiket. Egy-kettő maradt itt csak mutatóban, vagy ezeket már ültették azóta. Hát még ezek megnőnek. Itt vagyok végre Gyenesdiáson, és 12 óra 45 perc van. Na most az a kérdés, hogy... Aha, itt kell. Nem itt kell? Nem. Ja nem, itt van. Itt a bicikliút. Itt folytatódik. Na gyerünk, hát úgy néz ki, hogy akkor csap, mondjuk lehet, hogy ott lejjebb lett volna. Nem tudom. De Keszthelyen már biztos lesz csap. 12.49 és elhagytam Alsógyenest. Keszthely 3 kilométer. Na ez most már ígéretes. Akkor egy órára csak beérek. Egy óra késéssel az ütemtervhez képest, de azért csak megérkezem végre. 12 óra 54 perc van, és tulajdonképpen ez itt már Keszthely. Még nem vagyok benne a belvárosban, de itt ezen a sétányon tekerek. Úgyhogy most már egy-két perc és benn vagyok a központban. Most már abba bízom, hogy ott találok valami kutat, és tudok egy jót inni. No, ebben a parkban van minden bizodalmam. Nézzük hát, ha erre. Mintha úgy emlékeznék, hogy erre fele volt valahol kút. Szökőkút az van, tehát akkor rendes ivókútnak is illene lenni. Na, találtam vizet szerencsére, és akkor itt nekem balra kell menni. Balatonberény, 14 kilométer. Na, gyerünk! Milyen iszonyú mennyiségű építkezés van itt a Balaton környékén. Rengeteg volt mindenfele, amerre mentem eddig az északi parton. És tulajdonképpen ezzel végére értem az északi partnak. 13 óra 9 perckor elhagyom az északi partot, azt hiszem. Vagy még most lesz egy kanyar? Vagy a kanyar már megvolt, nem tudom. Amikor dél felé fordulok. Mindenesetre ez a Helikon strand, ez az utolsó strandja Keszthelynek, úgyhogy... Elviekben. Igen, Helikon strand. Tehát itt már akkor erősen dél felé megyek. Tehát akkor vége a Balaton északi partjának. Ezzel letudva. Végül is, akkor 7 óra alatt sikerült letudni az északi partot. Ami hát éppen nem nevezhető kevésnek. Én kevesebbre számítottam, mondjuk egy órával. Tehát én úgy gondoltam, hogy délre érek ide Keszthelyre, hát ehelyett egyre értem ide. Valamilyen nagy építkezés folyik itt. És valami brutális a forgalom. Kegyetlen. Nem tudom, mit építenek itt, de valami oszlopokat is vernek le, hogy elnézem. Lehet, hogy valami felüljáró lesz. Lehet, hogy valami híd fogja kikerülni ezt az átkelőt. Na mindegy, menjünk tovább.
El innen mielőbb, vissza a partra. Itt is tart az építkezés. Szerintem itt valami autópálya vagy autóút fog épülni. Vagy valami elkerülő út. Tessék. Tehát akkor hogy kell menni? Ön itt áll, akkor Balatonberénynek kell menni. Jó, hát Balatoni bringakő. Balatonberény, jó. Balaton-Szentgyörgy lezárva. Mindegy, nem is akarok arra menni. Ez jó. Ú, milyen porozás van itt. Aztán. Könnyen lehet, hogy ez már Balatonberény, mert felbukkantak a házak. Ugyan táblát még nem láttam, de ez nem jelenti azt, hogy nem volt. Lehet, hogy volt. Minden esetre valamilyen településre érkeztem, akárhogy is nézzük. És 13 óra 37 perc van. És ez már elvitathatatlan, hogy Balatonberény, ott a tábla, a bizonyíték. Na, lejöttem ide Balatonberény szabad strandjára, és akkor most mindjárt csobbanok egyet. Nos, hát 14 óra 40 perc van, és meg volt a fürdőzés itt Balatonberényben, meg egy kis napozás is, és megettem a harmadik szendvicsemet. Na most viszont most már megkezdődött a visszaszámlálás, tehát ugye 14 óra 41 perc van, és az egyik vonat az 20 óra 32 perckor indul a Ligáról, a másik pedig 22 óra 17-kor. Na most jó lenne a 20 óra 32-est elérni, de nem tudom, hogy fizikailag lehetséges-e. És az sem, hogy vajon egyáltalán beleférhet-e még egy fürdőzés valahol. Vagy az most már kizárt. Fonyót 17 kilométer, és a következő mozzanat valamilyen hideg folyadék beszerzése lesz, mert mind a zsákban lévő palackban, mind a biciklin lévő ivópalackban igencsak felforrósodott a víz, és most már kellemetlen inni. Úgyhogy mielőbb hideg vízhez kell jussak. Az a helyzet, hogy nincsenek elkényeztetve a bringások kutakkal, mert már most nem is tudom milyen régóta. Hát Keszthely óta én egyetlen egy kutat sem láttam. Most az lehet persze, hogy elmentem mellette valahol, bár kétlen, mert eléggé figyeltem, és nem láttam se kék kutat, se kifejezetten ilyen bringás kutat. A déli part amúgy nagyjából ebből áll, vége láthatatlan utcák, nyaralókkal. Elkezdődött Balatonberényben, és véget ér Aligában majd. De ott is csak azért érnek véget a nyaralók, mert felszállok a vonatra. De ennek legalább az az előnye megvan, hogy nem kell sokat kanyarogni ide-oda, a másik pedig, hogy itt nincsenek emelkedők. Tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni, csak tekerni. És talán így gyorsabban is jut előre az ember, mint az északi parton. Megjöttem Balatonfenyvesre, és 15 óra 3 perc van. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5 és fél órán volna elérni a vonatot a Ligában. Nem tudom, hogy ez fizikailag lehetséges-e. Mármint számomra. Egyébként biztos meg lehet csinálni. Nem tudom, hogy bennem van-e ennyi energia. Elhagytam Fenyves központját, meg a pályaudvart. Most az a kérdés, hogy ezután mi jön? Nem Alsó Béla telep? És aztán meg Fonyód, ha jól sejtem. És mit pillantottam meg? Egy spárt. Hát ez valami csodálatos, inni fogok. Valahogy meg kéne fordulni ebbe a murvába, orraesés nélkül. Na, jól van. Akkor ide most berontok. Na, jól emlékszem egyébként, egyszer ez megmentett már engem a szomjhaláltól, ez a spár. Sikerült egy Appenta Vitamixet, azt mondja, eper vörös áfonya ízű. Nagyon jó, másfél liter, meg egy ilyen cappuccino. Budget, úgyhogy ezt most benyomom. Ez a budgetes cappuccino isteni finom volt, tökéletes hőmérsékletű, viszont ez az ízesített Appenta, ez is finom volt, de egy hangyányival, egy gondolatnyival édesebb volt, mint ahogy kellett volna lennie. De hát ez van, nem baj. Így is életmentő volt mind a kettő. Különben feltűnt, hogy Balatonberény óta alig-alig láttam biciklist. Szinte csak legfeljebb helyi lakost, aki egyik boltból a másikba ment esetleg, de turistát nem nagyon. És azon gondolkodtam, hogy úgy látszik csak a bolondok azok, akik ilyen időben tekernek, ilyen forróságban. Aztán itt a spárnál néhány bringás azért összegyűlt. Az itatónál 15 óra 32 van, tehát pontosan 5 óra múlva indul Aligáról a vonat. Na most az a kérdés, jó lenne tudni,
hogy hány kilométer van még addig. Sajnos ezt nem tudom megmondani, mert semmilyen táblát nem látok. A legutolsó kiírás az az volt, hogy Fonyód 17 kilométer, de szerintem most már nagyon közeledek, mert szerintem az a fonyódi domb, ami ott kezd magasodni. Igen, ott a kilátó. Úgyhogy most már mindjárt itt van Fonyód. Hát talán itt lesz majd tábla, hogy ugyan hány kilométer lehet innen Siófok például. Onnan már azért nagyjából meg lehet becsülni alig a távolságát. Itt megyek el a Fonyódi domb alatt, és közben a kitekintünk a másik oldalra, napont jönnek a bokrok, akkor csodálatos kilátás nyílik most a Badacsonyra, illetve hát az északi oldalra, a Tanúhegyekre. Egy pillanatra megállok, mert ezt csak így lehet rendesen levideózni. Na íme! Ez az északi oldal. Egyébként fönt a Fonyódi dombról, arról a kilátóról még klasszabb a kilátás természetesen, de igazából sokkal többet onnan sem látni, csak a szög jobb. 15 óra 45 és bent vagyok Fonyód központjában. Itt a vasúti átkelő, ahol mindig torlódás szokott lenni, mert marha hosszú ideig van általában zárva a sorompó. Lejöttem Fonyódra a mólóra, és látszik, hogy itt a strandon micsoda élet folyik. Rengetegen vannak a vízben. No, itt Fonyódon ki volt írva, hogy Balatonboglár 8, Szántód 31 kilométer, ami ezt tartás végett. Az viszont azt jelentheti, hogy nagyjából 60 kilométer, 65 kilométer lehet innen Aliga, ami viszont 3 óra alatt teljesíthetőnek tűnik. Most van 4,5 óra a vonatindulásig, tehát elvileg oda lehet érni, és még egy fürdőzés is belefér valahol. Szerintem már bőven Bogláron járok, 16 óra 21 perc van, és közben azon tűnődtem, hogy egy nyaraló számláló applikációt kellene írni Androidra, meg iPhone-ra, és akkor lehetne ilyen versenyt csinálni, hogy ezen a nyáron ki hány nyaraló mellett biciklizett el. Viszont ennél fontosabb dolog is eszembe jutott, egy közkútkereső applikáció. Szerintem ez aranyat ér. Különösen ilyen helyen, mert egészen biztosan van valahol itt kút, de az ember nem áll neki itt bolyongani, keresgélni, hogy hát ha itt, hát ha ott, viszont egy applikáció megmutathatná, hogy hol van. Itt a Balatonnál ez nagyon hasznos lenne. Jó, behajtottam egy utcába, ahova elvéletileg nem szabad bringával behajtani. Hogy mi ennek az oka, szerintem senki se tudná megmondani, hogy itt mit zavar egy bicikli, de tény, hogy kim van a tábla, én megmegyek itt boldogan, de egyébként, ha úgy visszaemlékszem, én mindig itt szoktam menni. Ja, mert hogy ott a biciklút lenni, ja, most látom. Uha, de ciki. Na, akkor gyerünk. Próbálok akkor itt szabálykövető lenni. Ez nem tűnt föl. Ja, de ilyen a bicikliút, ja, kérem szépen. Na ne! Hát azért ez mindennek a teteje szerintem, úgyhogy megyek kifelé az úttestre. De itt már nem volt képük kirakni a biciklivel behajtani tilost. Ők is rájöttek, hogy az nem lenne kóser, ha kin lenne a tábla. Siófok 30 kilométer. No, az már azért biztató. Szerintem az azt jelenti, hogy 2 óra alatt el kell tudni jussak Aligáig. Ami azt jelenti, hogy 16 óra 40 van, tehát ha szigorúan vesszük, akkor 18 óra 40-re oda kellene tudni érni, de legyen 19 óra, és akkor még mindig van másfél órám. Tehát még egy másfél órás, de egy bő fél órás, hogy kényelmesen érjek oda, még jegyet is tudjak venni, ha egyáltalán nyitva lesz a jegypénztár. Tehát egy bő fél órás, 3/4 órás fürdőzés még beiktatható. Hát azt hiszem úgy fogom csinálni, hogy vagy Zamárdinál meglátom, vagy Siófoknál, mármint a fürdőzést. Hogy amikor odaérek, hogy állok időben, és akkor ott eldöntöm, hogy mikor és mennyit fürdőzök. Múltkor feltűnt, hogy néhány gyalog átkelőnél van lámpa. Na most az értelem csúcsa ide tenni egy lámpát, ugyanis ott sehova nem lehet menni ahhoz a táblához, ahhoz a cirkuszi táblához, azon felül az ég egy adta világon, legfeljebb pisilni vagy kakilni megy oda valaki a bozótba. Ezzel szemben bent
például a Bogláron több olyan átkelő van, ahol nincs lámpa. Van, ahol van lámpa, van, ahol nincs. Ide viszont totál fölösleges volt rakni egyet. Ezt nyugodtan átrakhatták volna egy frekventált átkelőhöz. Néhány héttel ezelőtt ebben a kempingben voltunk beállva két éjszakát, és egész jó volt. Meg voltam elégedve vele, sőt, olyannyira, hogy a mosdók szerintem higiéniája még javult az elmúlt évekéhez képest. Még különálló mosdófülkék is voltak, amit az ember magára tudott zárni, ha éppen zavarta, hogy mások előtt mosson fogat, vagy borotválkozzon. És ami fontos, hogy a mosdók nem voltak tele ilyen irgalmatlan nagy pókokkal, meg bogarakkal, mint ami általában jellemző szokott lenni a kemping mosdókra. Na most itt nagyon szépen takarították őket, tényleg, le a kalappal. És mindezek mellett nem volt drága, mert összesen a két éjszakáért fizettünk 14 ezer forintot, ami két személynek szólt, egy autónak, egy kiskutyának, és ugye az üdülőhelyi adó is benne volt. És így végül is, hogyha lebontjuk egy éjszakára, nagyon kevés, 3000 forint se jön ki, már minden estől. Sőt, hogyha a kutyát leveszük, akkor szerintem van 2500 forint jött ki fejenként egy éjszakára. Hát azt igazán nem lehet soknak nevezni. És természetesen Balatonparti kemping, stranddal. Igaz, hogy voltak pecások is, de nem foglalhattak el minden területet, így aztán bőven le lehetett menni. Ki lehetett ülni, még kempingszéket is hoztunk magunkkal kivételesen. Évek óta megvannak azok a kempingszékek, de mindig elfelejtjük hozni. Na most sikerült elhozni. Úgyhogy nagyon összkomfortos volt az egész. Viszont akkor ez már Balatonszemes, és az előbb csoda történt, mert találtam egy kék közkutat. És ráadásul jött is belőle a víz, úgyhogy jót ittam végre. Hát Keszthely óta nem találtam kutat. Legalábbis azon az útvonalon, amin jövök, én ott nem láttam egyet sem. És csak hogy igazoljam, amit mondtam korábban, itt Szemes központjában is óriási építkezések folynak, de végig-végig az egész Balatonon tömérdek új apartmanház épül, gondolom szállodák is, de elsősorban apartmanok. Elkaptam a pirosat a sorompónál, de szerencsére már jön is a vonat. Tábla szerint Balatonöszöd 2,5 kilométer. 5 óra van pont, és Siófok 25 kilométerre van. Olyan, mintha nem akarnak közelebb jönni ez a Siófok, pedig tekerek ám rendesen, de valahogy mégsem. 17 óra 7 perc van, és ez már Balatonszárszó. Ez elég ígéretesnek tűnik. Egyik pillanatban úgy tűnik, hogy tök jól megyek, másik pillanatban meg, mintha úgy megtorpantam volna. Valahogy úgy érzem, hogy nem haladok. De azért csak-csak haladok. 17 óra 12 perc van, és benn vagyok Szárszó központjában. És a következő falu, az Balatonföldvár lesz. Minim még kis vonat is van, csak el ne gázoljon. Siófok 17 kilométer. És benn vagyok Balatonföldváron, 17 óra 22 perc van. 17 óra 32 perc van, pontosan 3 óra múlva indul a vonat. És én pedig most már Szántódon vagyok. Siófok pedig körülbelül olyan 13 kilométerre lehet. Na itt most Zamárdi Siófok jobbra. Hogy kell itt menni? Ja igen, itt meg balra. Aha, igen, ott a tábla is. Na gyerünk! Siófok még mindig 14 kilométer, most megint úgy érzem, mint ha megtorpantam volna. És itt Valkézre óriási építkezés. Benn vagyok Zamárdi üdülővezetében, és elveszítettem a bicikliút táblát. Nem tudom, merre lehet, de amúgy 17 óra 40 perc van. És erre mutatja a Siófokot. Miért nem jó az egyenes vajon? Menjek le, lehet, hogy az ott a bicikliút. Ott is ment egy bringás. Egyébként 17 óra 52 perc van.
Itt egy sárga tábla, hogy Siófok. Az nem tudom, mit jelent a sárga tábla, de hát akkor menjünk el erre. Á, és akkor ez itt a bicikli. Jó, meg Tihany 69 km, hát addig nem kell elmennem. Véget ért a Zamárdi üdülővezet, és 17:59-ban beléptem Siófok üdülővezetébe. Lélekölőek a déli parton ezek a monoton utcák, és végre valami változatosság. Nem mintha szép lenne, de legalább valami változatosság. Őszintén szólva ez a hirtelen zöld sem valami gyönyörű, sőt, és iszonyú kietlen ez a terület körülötte. Jó, lehet, hogy még lesz valami fásítás. Megint eltűnt valamerre a bicikli úttábla. Egyszerűen nem tudom, hogy hova tud tűnni. Egyszer csak eltűnik. Úgy, ahogy van. Szőrény szálán. Na mindegy, az irány ugyanaz. Lényegtelen, melyik utcán megyek. Közben meglett a bicikli út, és közeledem a központhoz. És az a helyzet, hogy 18 óra 13 perc van. És kezdek kételkedni abban, hogy belefér még a fürdőzés, mert nagyon-nagyon nem haladok, nem tudom miért. Itt a Sió csatorna. Balatonvilágos 12 km, ami azt jelenti, hogy aliga viszont utána van, világos után. Úgyhogy akkor lehet, hogy mégse vagyok annyira messze. Akkor lehet, hogy mégis belefér egy fürdőzés. Hát akkor valószínűleg itt le fogok menni balra valahol, a partra, és akkor fürdőzöm egyet. Szerintem bele kell férjen. Meg innom is kell valahol. Elfogyott az utolsó csepp vízen is. Borzalmas hosszú ez a Siófok. Az Istennek se akarok a végére érni. El akarok már jutni a kempinghez. Ott is van egy kis közért. Gondoltam, hogy ott veszek valamit inni, és akkor leosonok gyorsan a partra egy fürdőzésre. No, szerintem ez az. Ez a kis közért, akkor gyerünk. Na most ezúttal egy ilyen fél literes Ice Café-t vettem. Ez nem olyan jó minőségű, mint az a budgetes, de legalább sok fél liter. És ezen kívül egy másfeles ízesített ásványvizet, ezúttal naturakvát. Na most ezt megiszom, aztán fürdök egyet, aztán eszek egy szendvicset. No mégse fürödtem ott, inkább tovább jövök, mert túl sokan voltak, iszonyú nagy nyüzsi volt ott. És annyira nem volt szimpatikus a társaság. Úgyhogy most tovább mentem, mert itt lesz majd egy nyugodtabb rész, ahol le lehet menni még egyet fürdőzni. Na itt lesz egy eskanyar, és itt lesz ez a strandfürdő. Azt mondja, szabadi sóstó. Na akkor gyerünk. Igaz, hogy ez szűkebb, de ez szimpatikusabb nekem egy picit. Nos, meg volt a nap harmadik fürdőzése és napozása. Megettem a negyedik szendvicset, egy még maradt. És nagyon kellett figyelnem, hogy ezen a lemenő napon, ami nagyon finoman melegített, hogy el ne szunnyadjak, mert simán elaludtam volna ott fekve. És ezzel föl is kerekedtem az utolsó szakaszára a túrának, eljutni Aligáig a vasútállomásra. Balatonvilágos 5,5 km volt innen, hát onnan meg 1-2 km lehet Aliga, szerintem nem több, úgyhogy ez most már teljesíthető. 19 óra 43 perc van, és 20 óra 32-kor indul onnan a vonat, tehát addig én szerintem oda fogok érni. Ez egy ilyen 7-8 kilométer lehet most már. Le lehet szögezni, hogy a túra számomra közepesen erőltetett tempóban, de azért teljesíthető, és hogyha nem megyek fel abba a kilátóba, akkor egy negyedik fürdőzés és napozás is belefért volna az időbe. És hogyha hajlandó lettem volna kitolni a vasúti menetrend szélső határait, és a 22 óra 17-es utolsó vonattal menni föl, akkor még egy bő másfél órás fürdés is belefért volna valahol. De ugye ezt most nem akartam. Végül is akkor úgy kellett volna csinálni, hogy amíg jó idő van, addig napozgatni, és így az esti órákra a befutót meghajtani mondjuk Zamárditól, vagy Földvártól, és akkor úgy eljutni Aligáig. De persze az is igaz, hogyha valaki nagyobb tempóra képes, akkor szintén több ideje marad a fürdőzésre, vagy bármi egyébre, pihenésre, evésre, akármire, amire szánni akarja az időt. Én nekem ennyi telt az erőmből. Ami az élelmezést illeti, végül a tonhalsalát, a konzervet, a bulgurral, azt ki se nyitottam,
De az az igazság, hogy maradt még egy szendvicsem. Egyszerűen nem voltam éhes, szóval ez érdekes dolog. Nem az evéssel volt a gond, hanem a vízvételi lehetőséggel. És ezért kétszer is kénytelen voltam bemenni a közértbe vízért. A harmadik alkalommal, a legelső alkalommal nem kellett volna, csak annyira megkívántam a teljes kávét igazából. Nem volt rá szükségem feltétlenül, mert volt akkor még folyadékom, ennivalóm meg bőven, még most is maradt, de akkor azt annyira megkívántam, de a másik két alkalommal muszáj volt, mert egyszerűen nem találtam sehol vizet, a meglévő vízen pedig már fölforrósodott, úgyhogy muszáj volt valamilyen közértet keresni, és mondjuk ez a szerencse a Balatonban, ez a jó dolog, hogy itt mindig találni valamilyen víz vagy folyadék vásárlási lehetőséget, vagy közértet, vagy egy büfét. És ha belegondolok, hogy ha most nem lehetett volna venni, mert mondjuk olyan helyen bringázik az ember, ahol nincs vízvételi lehetőség, akkor 6-7 liter vizet kellett volna magával vinnie az embernek, és elfogadnia azt, hogy langyos, sőt, olykor kifejezetten meleg vizet kell inni a Siófok üdülő területnek vége, és itt kezdődik Balaton világos. Na most nem sokára lesz itt jobbra fölfelé egy út, amin föl kell kapaszkodni. No, szerintem mindjárt itt lesz jobbra a kapaszkodás fölfelé. Szerintem itt a fagyizó előtt. No igen, most. Ez az az emelkedő, amin visszafelé olyan jó hosszan lehet begyorsulva ereszkedni. És a lemenő nap és a Balaton. Most pittyent az órám, este 8 óra van. Úgyhogy 32 percen van eljutni Aligáig. És az a szerencse, hogy ennyire nem is vagyok kitikkadva. És aliga akarom elhinni, hogy megérkeztem. És itt a következő balra kanyarodás már az állomás lesz, úgyhogy tehát akkor itt az állomás, Balatonaliga. Tilos az A, igaz? No, itt vagyok a Balatonaligai állomáson, és zárva a pénztár, úgyhogy a vonaton fogom tudni megvenni a jegyet. Azt mondja, nézzük a induló vonatokat. Érkező, induló. 20.32 Budapest déli. Ott van. Kettes vágány. Akkor arra fog jönni. Minden esetre most 20 óra 9 perc van. És akkor elbúcsúzom. Vége a túrának, sikerült, teljesítettem, meg vagyok elégedve magammal. Végül is jól éreztem magam, egy kicsit hajtós volt, különösen ez a déli part. Nem volt könnyű, de leginkább azért, mert rendkívül monoton. Semmi változatosság az ég egyatt a világon nincsen. Úgyhogy hát erre számítani kell. Főként, hogyha ilyen hosszan kell tekerni, mert amikor az ember több napon keresztül csinálja a Balatonkört, akkor nem olyan vészes. Akkor is hosszúak ezek az üdülő sorok, de így, hogy az egészet végig tekerni, így rendkívül unalmas és lélekölő, az az igazság. Na mindegy, ez ilyen volt, örülök, hogy sikerült megcsinálni. Akárhány kilométer volt, 200, 190, 230, nem tudom mennyi volt, teljesen mindegy, megcsináltam. Ilyen hosszan még soha nem tekertem, ebből a szempontból ez siker volt, és nem is vagyok teljesen kipurcanva. Ez is lényeges. Háromszor fürödtem, láttam egy kilátót. Mi lehet itt a probléma? Úgyhogy akkor elbúcsúzom, hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, hogy hasonló videókról ne maradjatok le. És akkor találkozunk a legközelebbi túrán.